dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, talán még emlékszünk rá, a múlt héten a keresztény egység hetét tartotta az egész keresztény világ, és ezért azt a témakört választottam múlt alkalomra, ami József Ratzinger bíboros, mint a hitani kongregációnak a vezetője, és 16. Benedek pápaként ebben a témakörben ő szólt. Hiszen a hitani kongregáció az a hit dolgában a legfontosabb tanácsadó szerve, lehetne azt mondani, a Szentatyának, a mindenkori pápának. Szoktak viccek lenni arról, hogy a pápák a hitani kongregáció vezetőitől tartanak, amikor mondanak valamit. Ez nem csak a II. János Pálra vonatkozott, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy és mit szól ehhez Ratzinger bíboros, de már a 12. Pius idején is volt ehhez hasonló eset, hogy maga a 12. Pius mondta az illetőnek, de nem tudom megvédeni magát a hitani kongregációnál, hogyha esetleg előveszik és kérdőre vonják. No, tehát a múlt alkalommal arról volt szó, hogy a keresztény egység, mint Jézus végakaratának a teljesítése, az kötelességünk. De hozzátehetnénk azt, hogy nem bármilyen formában és áron vállaljuk a keresztény egységre való törekvést, mert akkor esetleg a hitünket kellene feladni. És itt történt egy olyan nyilatkozat kiadása, ami éppen a 2000-es esztendőben nagyon nagy port vert föl, és akkorom a hitani kongregáció vezetője, éppen József Ratzinger volt, amikor a Dominus Jézus kezdetű ilyen hitani nyilatkozatot kiadták, de maga a bíboros mondta abban az időben, hogy ez nem az én egyedüli véleményem, ezt a hitani kongregáció a korábbi egyházi nyilatkozatok alapján is alátámasztja, csak talán most új fénybe kerül, amit újra megfogalmazunk, és annak ellenére, hogy különösen protestáns körökben az egyházról szóló részét nagy kritikával fogadták, újólag is később is megerősítették, hogy ebben semmi olyasmit nem állítunk, amit korábban nem mondtunk volna. És ez a 2000-es esztendőben történt. Már eleve volt egy rossz ómen, hogy így mondjam, hogy akkoron mindenki azt várta, hogy na majd most egy nagy összeborulás lesz a keresztények között. Emlékszünk rá, hogy arról is szó volt, hogy talán kiegyezik az ortodox világgal a kereszténység, a húsvét ünnepét illetően és sok mindenben. És akkor ráadásul akkor avatták még boldoggá azt a 9. Pius pápát, aki a infallibilitás, a pápai tévedhetetlenség dogmáját 1870-ben kihirdette. Úgy, amint akkor, mikor azt kihirdették, akkor a magyar bíborosok közt is volt olyan, akik ott voltak, hogy mi ezt elfogadjuk, hogy ez igaz, és az egyház igazságához hozzátartozik, de most nem alkalmas, mondták akkoron. Ugye a Simor herceg prímás is kín volt, és állítólag a 9. Pius mondta neki, hogy Simon, ugye annak idején Pétert is megintette, de itt Simorról volt szó, és nem Simorról. Ők akkor attól tartottak, hogy hazajönnek, és elég liberális volt már az a világ is, hogy most ilyet mondani, hogy a pápa hit és erkös dolgában tévedhetetlen, nem alkalmas ezt most kihirdetni. Ennek ellenére kihirdették, és ugye ezt a pápát, aki ennek a
hittételnek a megfogalmazásánál ráütötte a pecsétet a tévedhetetlen dogmára, ennek is, vagy neki is, 9. Piusnak ekkor volt a boldog avatása. Na hát akkor azt mondták, hát hogy lesz itt egység, hogy 2000. évet megértük, na és akkor még jött a Dominus Jézus nyilatkozat. De miről volt szó a háttérben? Hiszen mindennek van valami szellemi oka. A következőről, hogy akkoriban egyre inkább Ratzinger szavával élve a relativizmus diktatúrája elhatalmasodott. Ami annyiból állt, hogy nem lehet már semmit sem karakterisztikusan állítani. Mert igazában nincs is olyan igazság, ami megdönthetetlen lenne. Talán még emlékszünk rá, hogy ugye a rendszerváltás után kezdték mondani, hogy most van a posztmodern időszak. Már túl vagyunk azon, hogy fölvilágosodás, hogy megújul minden. Már ezen is túl most van a posztmodern, mert az emberiség kiábrándult. Kiábrándult a nagy eszmékből, itt voltak a jobb és baloldali diktatúrák. Nem lehet itt pontosan semmit megmondani, hogy hogy igaz. Ezért legjobb azt mondani, hogy neked is igazad van, neked is igazad van. Egyébként egyszer élünk, és hát ezt a fogyasztói társadalom szemléletében úgy kell megélnünk, hogy azt kell keresnünk, hogy nekünk most mi jó. Fiziológiai örömöktől kezdve a wellness szemléletig ennek kell az embernek az életét szentelni. Na most egy ilyen világban, ahol nincs egy abszolút igazság, még hitbeli dolgokban sem, hiszen azt mondták, a világvallások is mind az Isten felé vezetnek bennünket, jó az, mindegy az, hogy te buddhista vagy, vagy hindu vagy, valami legyél, vagy nem is fontos még vallásosnak sem lenned, de legyél jó ember. És egyébként is Jézus Krisztus az nem mondható olyan egyedül üdvözítőnek, hiszen voltak más nagy vallásalapítók, ott van Buddha, ott van Mohamed, meg kisebb, nagyobb ilyen vallásalapítók. Nem lehet ezt kizárólagossá tenni. És ekkor fogalmazódott meg ez a kinyilatkoztatás, vagy a hitani kongregációnak a Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyenesen, egyetemesen üdvözítő voltáról. Most az első rész gyakorlatilag összefoglalja a Jézus Krisztusról vallott keresztény igazságot, amit a zsinatok mondtak. Legyen az a nicceai zsinat, amit a Hiszek Egyben imádkozunk, a kalkedoni vagy kalcedoni zsinat, ahol Krisztus két természetének egy finom, árnyalt megfogalmazását adták, de a többi zsinatokat is, amit azt lehet mondani, hogy a protestáns egyházak is üdvözültek, hogy ez jó, az egyetlen üdvözítőről, mint Krisztusról. Bele is olvasnék itt ennek a nyilatkozatnak, hát a fő címeibe, amikor azt mondja, hogy nekünk a küldetésünk Jézus Krisztustól ered az ő egyetemes parancsából. És azok a hitvallások, amit megfogalmaztak az évszázadok folyamán, azok mindig a meglévő hitünkre épültek, legyen az az evangélium, a szentírás, a szent hagyománynak a tanítása, és ez egy végleges. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy betelt az idő, akkor itt egy végleges és egyetemes küldetésről van szó. Egyébként, hát ez már Jézus gyerekkoránál is kitetszik, most fogjuk a héten ünnepelni Urunk bemutatásának az ünnepét, és amikor oda megy az Ak Simeon, ott mond egy ilyen dicsőítő himnuszt, mikor kezébe veszi a gyermeket, de abban a himnuszban benne van az Ószövetségnek is már a jövendőlése, méghozzá Izaiásé, hogy ő lesz a világ világossága, a pogányok világosság. Ezt a zsidók ki nem mondták volna, hogy a hit az egyetemes lesz,
hogy mindenkire ki fog terjedni, mert ezek a jövendelések ott talán nagyon búvó patakként voltak. De amikor beviszik Jézus 40 napos korába a templomba, akkor jön ez a prófétai lélek, a Simeon, és akkor ez már akkor kinyilatkoztatja, hogy olyan valaki lesz, aki ugyanakkor az ellentmondás jelévé válik, amelyen sokan meg fognak botránkozni, de sokan üdvösségüket köszönik neki. Tehát a pogányokhoz szóló küldetés, és hát ez már ott van Jézus csecsemő, illetve gyerekkoránál. Azt is mondja ez a kis nyilatkozat, ők nem akarnak egy rendszerezett teológiai munkát adni, mert akkor nem ilyen nyilatkozatot kellett volna kiadni, hanem hatalmas krisztológiai dogma könyvet, csak le akarnak szögezni olyan igazságokat, amelyek bizonytalanná váltak az elmúlt időszakban. Már II. János Pálnak is voltak hasonló megnyilatkozásai a Fideszet Ráció, Hit és Értelem című apostoli enciklikája is, már azt mondta, hogy nagyon sok olyan ingadozás van a mai világban, amit nekünk egyértelművé kell tenni, és hát nem igazolhatjuk a vallási pluralizmust, sokrétűséget úgy, hogy egyáltalán mindegy, hogy te mit hiszel. Ugyanis hát ez a közbeszédben is benne van, hogy hát egy az Isten, nem? Mondják egy. Hát akkor egy Istent imádnak, akkor aztán abszolút mindegy, hogy te kit vagy, mit hiszel. Na most erre mondja, hogy ez a nyilatkozat, hogy Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás teljességét és véglegességét adja. Hát ezt más világvallások nem merik így mondani, mert vagy azt mondják, hogy mi túlhaladtuk Jézus Krisztust, ugye, az iszlám, vagy pedig egy buddhizmus, az azt mondja, hogy meg hinduizmus, hogy nincs egyetemesen és véglegesen kinyilatkoztatott igazság. De mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban az út igazság jelent meg, és élet, az ő egyetemességét azt hirdetjük, és ez az üdvrend, ez most már végleges és teljes. Tehát amit el lehet mondani az ember számára, emberi szóval, tettel, történelemmel, az Jézus Krisztus elmondja számunkra. És nekünk a hit engedelmességével kell válaszolni erre. Nem a tanítóhivatal mondja ezt így, hanem maga a kinyilatkoztatás is. És a mi hitünkben nagyon fontos, hogy mi kinyilatkoztatott hitnek vagyunk a vallói. Tehát nem olyan hité, amire hogy eszünk is rávisz, hogy lenni kellene, lenni kell Istennek, hanem olyan hitünk van, ami az Istentől, mint kinyilatkoztatás számunkra adja a hinni valókat. Már az Ószövetség is, ugye kinyilatkoztatott vallás, de mi azt mondjuk, hogy a teljesség az Jézus Krisztussal jött el, és ehhez ragaszkodnunk kell, hogy ezt mi valljuk, és ez az igazság, ez a katolikus egyházban áll fönn. Mi nem mondjuk azt, hogy a többi világvallásban nincsenek meg az igazságnak a magvai, nincsenek meg olyan tanítások, amelyek jobbá teszik az embert, és Istenhez vezérlik, vagy vezérlik. Ezt nem állítjuk, de itt a teljességet és a véglegességet mondja ez a nyilatkozat. És hát ehhez ugye éles különbséget tesz, hogy illetve nem tehetünk különbséget a között, hogy van az örök Isten ige, a Logosz, és akkor van a történelemben megjelenő Jézus Krisztus, mi nem választjuk ezt ketté. Ezt így mondták sokszor a evangéliumot racionálisan magyarázó emberek, hogy van a történelem, Krisztus a történeti,
akiről már Józsefus Fláviusztól kezdve Tacitusan át többen írtak, ez tény. De azt, hogy ő az Istentől, az Atyától jött, föltámadt és visszatért az Atyától, ezt már csak a hit mondja. És ekközött tegyünk különbséget, és erre mondja ez a nyilatkozat is, hogy mi nem választjuk a kettőt szét. A történelmi Krisztus és a hit Krisztusa az egybe kapcsolódik. Az más kérdés, hogy Jézus Krisztus a történelem része lesz, amikor ő belép a történelemben, de ugyanakkor az egész történelem rá irányul. Ez így van a Jelenések könyvében, hogy ő az alfa és az omega. Tehát a történelem része, és ő az egyetemes közvetítő, aki az Isten és az emberek között azt a szerepet tölti be, hogy ő az Isten világát, mint egy transformálja, és közvetíti nekünk. Ő az egyetemes közvetítő, ez a Timóteushoz írt levélben is olvasható, ezt a protestánsok külön üdvözölték, hogy ezt így kiemeltük, hiszen azt mondja, egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, írja Szent Pál Timóteusnak. Miért üdvözölték ezt különösen is? Hát mi is mindig mondtuk, mert valahogy mindig az a kísértésük van, hogy mi a szentekben, különösen Szűz Máriában aféle másik közvetítőt látunk, hogy aki ugyanazt a feladatot viszi végbe, mint Jézus. Nem. Ő az egyetlen közvetítőnk. Szűz Máriára közben járót mondunk az Istennél. Nem közvetítő, és nem társ megváltó, hanem társa a megváltásban. Ez kettő. Tehát ott van a megváltásban Mária, azáltal, hogy emberi természetét adja Jézusnak, végigkíséri az életútját, vele lélekben is azonosul, társa, de nem társ megváltó, és nem egyedüli, vagy nem közvetítő ő is, hanem csak közben járó. Na, és ezt úgy nagyon örvendetességgel fogadták, hogy mi ezt kimerjük mondani, hiszen a mai világban az abszolút, az a egyetemes és egyetlen igazsága szinte elképzelhetetlen a mai világban, mert azt mondja, neked is igazad van, neki is, és attól függ, hogy milyen szemlélettel nézem ezt a világot. És hát ugye ezt megállapította ez a nyilatkozat, igen ám, csak hogy Jézus Krisztus egyházat alapított. Na most annak az egyháznak akkor mi a feladata? Ha végbe viszi az ő művét, akkor abból kell részesülnie, amit Jézus Krisztus hozott. És nem több egyházat alapított. Hát épp azért imádkozott, hogy akik benne hisznek, azok egy legyenek. Ugye már egyeknek szoktuk mondani, de már az is kicsikét már többes számot akar jelölni. Tehát, hogy egy legyen az. Egyetlen egyházat alapított. Igen ám, hát de itt van a kereszténység sokfélesége. Akkor hogy van ez? Mert ők maguk is, a protestáns egyházak fölbomlott ágai is különböznek a másiktól, mert hogyha azt mondanák, hogy mindegy, hogy én most evangélikus, református, baptista, pünkösdista vagyok, akkor azt mondanák, hogy akkor mindegy, akkor egy. De nem, ők azt mondják, ők reformátusok. Ők azt mondják, hogy mi evangélikusok vagyunk. És meg is vannak a különbözőségek a hitelvekben. Na de most jó van ez így? Hát ezt így akarhatta Jézus, hogy még eztán is jön valami, és akkor ez a mondat az, ami hát, vagy ez a gondolat lett a sok-sok kritikának a tárgyává, amit nem most találtak ki, hanem vallottak mindig.
azt mondja, hogy a jogfolytonosság a katolikus egyházban létezik, van egy latin igaz subsistit, abban áll fönn. A második vatikáni zsinat két tantételt akart összhangba hozni. Az egyik az, hogy Krisztus egyháza a keresztények megoszlása ellenére a maga teljességében csak a katolikus egyházban létezik, a másik, hogy a megszentelés és igazság sok eleme létezik határain kívül is, tehát a katolikus egyházon túl is létezik, de a teljesség a katolikus egyházban létezik. Vagyis azokban az egyházakban és egyházi közösségekben, melyek még nincsenek teljes közösségben a katolikus egyháza, azokban is már van sok olyasmi, ami a krisztusi tanításból való. De a katolikus egyházra van bízva a teljesség. Krisztusnak tehát egyetlen egyháza van, mely Péter utódása vele közösségben lévő püspökök által kormányozott katolikus egyházban létezik. Azok az egyházak, amelyek bár nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal, de nagyon szoros kötelékek, az apostoli jogfolytonosság is érvényes, az eukarisztia fűzik hozzá, valójában ők részegyházak. Kik ezek? Az ortodoxok. Még van a jogfolytonosság, az apostoli utódlásba és az eukarisztiába. Na de itt jön ám, amit a protestáns egyházakra mondott, hogy azok az egyházi közösségek ellenben, melyek nem őrizték meg az érvényes püspökséget és eukarisztia misztériumát, eredeti és teljes valóságát, nem egyházak a szó sajátos értelmében, mindazonáltal, akiket a közösségekben megkeresztelnek, azok a keresztség révén beletestesülnek Krisztusba, ezért bizonyos, jól lehet, tökéletlen közösségben vannak az egyházzal. A keresztség ugyanis természete szerint Krisztusban való élet teljes kibontakozására irányul, a teljesít megvallás, az eukarisztia és az egyházban való teljesség közösség által, teljes közösség által. Tehát azt mondja, hogy ezek a katolikus fölfogás szerint nem úgy egyházak. Nem is tudom, mi kellett ezen kiakadni, hiszen a református vagy evangélikus vagy baptista egyház meghatározás nem mindenben illik ránk. De mi nem mondjuk azt, hogy akkor vegyetek bele minket is. A katolikus egyház így határozta meg magát, és azt mondja, nem olyan az egyház egysége, hogy mindegy rét, ahol mindenféle virág van, azt ti adjátok a teljességet, hanem ott van egy folytonosság. És azt sem mondja, hogy azokban az egyházi közösségekben, amelyek nem tartoznak a katolikus egyházhoz, hogy nincs meg az a kegyelem, hogy az embereket üdvözítse. És hogy jóvá, mondjam is, hogy szentté tegye. Mert van. És azt sem mondjuk, hogy a katolikus egyházban még a minden hívva még nagyon kiváló. Nem. Hanem itt egy szentségtani dologról van szó, hogy a jogfolytonosság, a szentségek, a Péter utódlás kérdése, az nálunk van meg. Ezt állítottuk. Na, és akkor azt mondták erre, hogy hát kellett akkor itt az a nagy egységnyilatkozat, akkor kellett a megigazulása, hogyha egyszer mi ilyesmiket állítunk, holott, hát nem akarjuk kizárni, csak a mi meghatározásunkat lefoglaljuk a katolikus egyházra. Ez a nyilatkozat foglalkozik azzal, hogy az Isten országa és az egyház az se egybevágó. Tehát nem azt mondjuk, amikor Jézus azt mondja, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, ez egyet jelentene a katolikus egyházzal. Sokkal tágabb az Isten országa, mint a katolikus egyház. Ott is lehet, ahol a katolikus egyház nincs jelen. Tehát, és aztán még van egy, ami hát főként, úgy időszakonként bukkan föl, hogy hát elküldte a Szent Lelket.
akkor a Szentlélek által is jön egy új egyház, egy új korszak? És akkor azt mondja ez a nyilatkozat, hogy nem. A Szentléleknek az a küldetése, hivatása, hogy Jézus művét az egyetlen egyházban tartsa ébren. Hát ez a ökumenikus párbeszédet még mai napig is hát ilyen neuralgikussá teszi. Viszont én úgy gondolom, hogy ha meghatározzuk magunkat, akkor ezt meg kell tennünk. Egy másik oldalról is megközelítem ezt a gondolatot. Bizonyos Várkonyi Nándor, ez egy szellemtörténész férfiú volt, akinek a művei jobbára csak a rendszerváltozás után kerültek elő. Ő egy könyvtáros volt, megsüketült az első háborúba, és ennél fogva hát a tudománynak szentelte csupán az életét, de nagyon nagy műveket alkotott. Még hozzátenném az előzőekhez, hogy azt mondták, hogy a rendszerváltozás után nem jöttek elő nagy irodalmi művek az asztalfiókokból. Hát valóban költészet, regényirodalom nem jött elő, mert azt már lehetett írni. De olyan szellemtörténeti munkák, amelyek esetleg politikai felütésűek, olyanok nem kerülhettek napvilágra. Gondolok egy Hamvas Bélára is, aki a rendszerváltozás után vált ismerté, és raktárosként élt elő az életét, de az egyik legeredtibb gondolkodója a 20. századnak. Érdekes gondolkodó, de eredeti. És hát ilyen volt Várkonyi Nándor is. A Szíriát, oszlopai hasonló könyveket kiadtak, de nagyon-nagyon megkurtítva. És az is úgy volt meg, hogy a 40-es években már adtak ki műveit, de amikor újra kiadtak egyet-kettőt, azt soha nem adták ki a maga teljességében. Hiszen ő egy szellemtörténész volt, hatalmas nagy enciklopédikus tudással. És hát most a rendszerváltás után jelentek meg a könyvei. Egyébként félelmetes kritikája volt neki a kommunizmusról, marxizmusról is. Nem ilyen, hogy is mondjam, pamflet formájában, hanem filozófiailag és jogilag támadta meg. Hát nyilván egy ilyen embernek a munkái nem kerülhettek napvilágra. Az Ötödik ember című könyve az hát jobbára a keresztény korszaknak a gondolatvilágát dolgozza föl. Na most ilyeneket olvasunk nála. Én csak nagyon kis részeket olvasok föl, hiszen láthat, hogy hatalmas könyv van itt előttem. Jézus ismerte az ember sorsát, melyet a teremtéstől és a bűnbeestéstől fogva átélt. Ismerte tehát a sorstól való megváltásnak belső szükségességeit és eszmerendszerét. Úgy állította össze, hogy a szükségeket mindenben kielégítsék. Az összes vallás tartalmaz ezek közül, az eszmék közül egyeseket, másokat, de semmelyik sem mindet teljességükben és olyan természetes és tökéletes organizmusba foglalva, hogy a legegyszerűbb lélek épp úgy befogadhassa, mint a legmagasabb szellemi igényekkel élő. Ebben van Jézus vallásának egyik utol nem érhető fölénye a többi között. Aki ezeket a tanokat vizsgálva nem ismeri fel bennük egy világrend és világsors tökéletes értelmezését, parancsrendszerükben pedig e rend átélhető s megvalósítható voltát, azaz a visszailleszkedést a világharmóniába, az meg van fosztva az ismeretszerzés adományától.
És akkor így, hogy amit az emberiség a kinyilatkoztatásból tudott, azt Jézus fölülmúlja. És aztán azt írja, ami a teljességet illeti, megkettőzi, és amit rajta kívül soha senki végbevinni nem tudott, tanát tökéletes összhangba hozta életével, nyomban cselekvéssé formálta, megváltoztatta és betöltötte az ember sorsát. Ember fölötti tudás és ember fölötti élet, ez a másik vonás, ami példanélkül állóvá teszi az összes vallás alapítók között, és az emberiség legnagyobbjai fölé emeli. De ha ember fölötti, akkor isteni. És akkor azt mondja, történeti szemszögből tekintve, meg kell állapítanunk azt is, hogy a katolicizmus az a hitrendszer, amely mind betű szerint, mind értelem szerint a leghívebben interpretálja Jézus tanítását és magyarázza cselekedeteit. Szervezete, a kulcsok átadásakor, hogy itt Péterre utal, született meg, az ókor talajába mélyezti gyökereit, ősi hagyományok közvetlenül örökölt ismeretében mélyebb tudást őriz az emberiség múltjáról, számtalan különböző nép lelkét gyűjtve öntő mustrájába, jobban ismeri az emberi nem természetét, mint a többi vallás klérusa. A katolicizmus mind elvében, mind működésében eleve egyetemes, katolikus, aminek Jézus szánta tanait. Elmenvén, tanítsatok minden nemzetet. Nem érdekes? Tehát arra a megállapításra jutott, titkos írásai vagy magányába ez a gondolkodó, amit ez az enciklika mond. Jézus kiválóságát, teljességét, és a katolicizmus, mi nem szeretjük ezt a szót használni, mert az kicsikét ugyan pártosítja az egyházat, hogy katolicizmus, ilyenizmus, onanizmus, katolikus egyház, jobb ezt így mondani. És azt is mondja, hogy a katolicizmus Jézus révén az ember egyetem és ősvallása a legrégibb és egyetlen pusztán a történelem tanúvallomása szerint is. És akkor, mert ő ismerte a régi vallásokat is, hát a Szíriát oszlopai, meg ezek a könyvek a ókori vagy a történelem előtti vallási dolgokkal foglalkozik. Várkonyi Nándornak a könyve, ugye az ötödik ember című könyvében, fejezés kifejezetében. És akkor még ennyit mond, hogy, vagy ennyit veszek ki belőle helyesebben. Rég eldőlt viták, amikor mondja itt a nyolc boldogságnak a kiélezett tanítását, csak a teljesség kedvéért mutatunk rá a következőkre. Jézus a zsidó valláshoz a messiás eszme révén kapcsolódott, de mind az eszmének, mind a benne foglalt megváltást annak új értelmet adott. Politikai szabadság és hatalmas felszabadító király helyett lelki felszabadulást hozott, s maga trónus helyett a Golgotára hágott. Majd következő alkalommal, amikor a terveim szerint a felszabadítás teológiájáról szólok, ami az Ratzinger bíborosnak volt kemény szava, hát ugyanezt mondja, hogy nem a evilági megszabadítást, a politikai hatalomtól, diktatúrájától a megszabadulást. Mert akkor királyi trónon végezte volna, de helyett a Golgotán.
Tehát így gondolkodó, ugye Jókai Anna mondta, hogy van egy hármas triász a 20. század, második felében, aki maradandó, nem a közismert íróink, hanem Hanvas Béla, Várkonyi Nándor és Kodolányi. Kodolányi is ugye sok olyasmit írt, ami úgy nem került napvilágra, bár ő neki az ilyen történelmi regényei, Julianus barát, Boldog Margit, azért ezek megjelentek. Hát ő is megérne egy kis eszmefuttatást, hiszen katolikus gyerekként kezdte, egy református lelkész, aki nagy hatással volt, átvitte a református egyházba, kicsit olyan balos gondolkodású is lett. Élete végén formálisan és nyíltan visszatért a katolikus egyházba, Kodolányi. De még a Julianus barátot, meg a Boldog Margitot, meg a Vasfiait reformátusként írta. De visszatért formálisan is halála előtti évben a katolikus egyházba. Jókai Anna mondja, hogy ez a három legnagyobb gondolkodója a 20. század második felében a magyarságnak. És osztom a véleményemet ezzel, hogy valóban olyan enciklopédikus tudást halmoztak föl mindannyian, ami párját ritkítja, és mindegyik a kereszténység felé vitte el a gondolatrendszerét. Mert csak, mint egy ilyen megtámogatásként mondtam, a Dominus Jézus enciklikához. József Ratzinger sokszor foglalkozott már egyetemi tanár korában is az egyház kérdésével. A Keresztény Hit című könyvében egy fejezetet is szentel a katolikus egyház lényegi vonásainak, hogy egy szent katolikus és apostoli, és Aquinói Szent Tamáshoz hasonlóan úgy kezdi, hogy egy szent katolikus apostoli, hát minden az ellenkezőjének látszik ebbe az egyházba, ugye Aquinói Szent Tamás is így kezdte. Így van. Úgy látszik, hogy nem. És akkor felsorolja, hogy miért nem. És akkor végén megfordítja, de mégis úgy van. Hát így csinál a Ratzinger is. És hát oda lyukad ki a szentnél, hogy nem azért szent a katolikus egyház, mert mi szentek vagyunk, bár vannak szent emberek benne, hanem adja a szentség eszközeit. Az Istenből áradó szentség eszközeit adja. És az egység sem azért, mert megvalósult, hanem azért, mert a tanításában az evangélium, az ige, az eukarisztiában van meg az egységnek az elve. És ezért például el kell jutnunk a hitbeli egységre, hogy mindenki áldozhasson, aki keresztény, hogyha egyszer azt az egységet akarjuk. No, ugye a zsinat után óriási forrongás volt, és akkor voltak ilyen szlogenek, hogy Jézus Krisztus igen, egyház nem. Akkor már később Jézus Krisztus se. Még akkor maradt az Isten, de aztán már az se. És akkor hát írt egy ilyen kis tanulmányt, hogy miért maradok az egyházban. Ez akkor is, ez már megjelent a Szolgálatban, emlékszik rá, hogy nagy-nagy szellemi élvezettel olvastam, hiszen ezt ő már 71-ben írta. Csak nyitten fordították ki, csak egy-két gondolatot veszek ki belőle. Azt mondja, mert itt felsorolja az összes válságot, vádat az akkori időkben, amiből sok részt megvan ma is. Egészen konkrétan, az egyház adja nekünk Jézus Krisztust, és csak általa kaphatjuk meg őt, eleven teljhatalmú valóságában. Azt mondja, tudják ki azok, akik Jézust elfogadják, de az egyházat tagadják, hogy az egyháznak köszönhetik őt. Az egyház nélküli Krisztus párává válnék, szétmállanék, elhalna, és mi lenne, ha nem lenne többé Krisztus? Ugye, azt mondja, hogy hát ez az első, hogy Jézus Krisztust adja nekem. Aztán hozza, hogy hát hinni csak
az egyházban lehet valójában. A magunk kitalálta hit önmagában való ellentmondás. Mert a magunk kitalálta hit csak arról kezeskedhetnék, és csak azt mondhatná meg, ami egyébként is vagyok, amit már anélkül is tudok. Nem léphetné át énem határát. Azért ellentmondás önmagában a magunk csinálta egyház is, az olyan egyházi közösség, amely saját magát hozza létre, amely csak önkegyelméből áll fönn. Ezt így mondják a mai emberek. Én a magam módján vagyok vallásos. Engem nem érdekel, hogy mit tanít. Én magam módján. Nekem tetszik egy kis New Age, kis buddhizmus, egy kis lélekvándorlás. Én ismerek ilyen embereket. Meg hát, hogy ez a katolikus egyháznak is van valami ilyen tanítása. Aztán azért maradok az egyházban, mert csak az egyház hite válthatja meg az emberiséget. Abban a világban vagyunk, amikor azt mondják, hogy fölszabadul majd minden. Minden meg fog javulni. Főként ez mi a 60-as, 70-es években volt egy nagy optimizmus, hogy majd el se kell viselnünk a másik embert, de még önmagunkat se. És akkor azt mondja, az az ember, akit minden fáradtságtól megmentettek, akit igazából semmi más meg nem váltja, ja, aki a mai eldorádójába szöktettek, elveszíti igazi mi voltát önmagát. Az az ember, akinek ez a világ csak egy wellness. Csak azt keresi benne, mondhatnánk 30 év vagy 40 évvel később. Az embert igazából semmi más meg nem váltja, csak a kereszt. Saját maga és a világ kínszenvedésének az elfogadása, azé a világi, amely Isten kínszenvedésében megszabadító értelmet kapott. És akkor itt elmondja még azt is, hogy azért akár mennyire is vádolják az egyházat, itt azért nagyon kiváló emberek voltak, és vannak. És azt mondja, az ilyen emberek társaságában nem szégyen lenni. És azt mondja, magunk kreálta egyház, az semmire se jó. Nem érdemes olyan egyházban maradni, amit előbb meg kell csinálni. Aztán majd abban érdemes legyen megmaradni benne. Ez ellentmondás. Az az út, amely felé a felelős hit ma is mutat, megmaradni az egyházban. Mert az egyház megérdemli, hogy fönnmaradjon. Mert megérdemli, hogy szeressük, és a szeretet erejével, önmagát felülmúlva, mindig újonnan önmagává változzék. Tehát ugye mégis megfogalmazta a kétségeit, és megfogalmazta a hitvallását. És hát a Dominus Jézus enciklika Jézus Krisztusról, egyházról ebbe akar bennünket megerősíteni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Üdvözl légy, Mária! Bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Atya, a Fiú és a Szent Lélek.